Iratkozz fel a Kitunsz csatornára, induljon a végtelen móka! Bloopies, 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 a pancsi barátok, bloopies, a tenger mélye vár rátok, gyere és terezd fel a selliket, a varázs vulkánt, a csodás gyöngyöket, bloopies, bloopies. Én is akarok! Jól van, de csak egyet. Egy csomód van! Igaz, de az enyémek. Egy szülinapi bulin kaptam, amiért egyet. Ó, igen. Csodás ötletünk van. Gyertek át egy szupernyugis napra. Szupernyugis? Nem lesz az? Unalmas. Kizárt! Ez egy különleges nap, a végén meglepetéssel. Játszhatunk mondjuk Csendkirályt. Az nagyon buli. Menjünk? Még eljön! Igen! Irigy! Tessék, cukorka! A mai napon minden szupernyugis lesz. Nem hangoskodhatunk. A vulkán is pihen. Ma a nyugalom hullámait sugározza felénk. Ó! De szuper! Akárhova mehetünk! Ó, menjünk! Mi az a színes dolog Fifi szájában? Olyan boldognak tűnik. Én is akarok! Én is! Ah, hát persze, de csak egyet. Én is akarok! Nekik meg arc? Én nem is kérek. Menjünk kirándulni. Ez még egyet. Nyugalom. Parancsolj. Az enyém? De adj még egy olyan cukorkád, léci. Köszönöm, nem kellett volna. Ó, igazán? Ez nagyon kedves. Gyerünk, még egyet akarunk. Ez hihetetlen! Ennyit a szuper nyugalomról! Ez gyönyörű! Olyan kár, hogy Luna ezt kihagyja. De ő nem akart jönni. Kit érdekel? Visszamegyek érte! Gyere, látnod kell a vulkánt, olyan gyö... Ezek meg mik? Luna, add vissza őket, ez nem szép! Te csak irigykedsz! Ezt kapom, amiért aggódtam, érted? Akkor maradj csak itt! Nincs több ajándékom. Biztosan nem bánja. Hé, add vissza a cukorkáimat! Rosszul leszek! Csak még egyet akarunk! Előbb el kell kapnod! Még egyet! Ez a nagy ricsaj megzavarja a vulkán nyugalmát. Megnézem, mi történt. Luna, csendesebben kell játszanotok. Tudom, de elszabadultak a dolgok. Most mi lesz? A vulkán a megoldás. Elvisszük őket oda. Hé, ez nem igaz, csak még egyet. Ez szuper erő! Még egyet! Kész! A vulkán energiája megnyugtatta őket. Kösz, mindig számíthatok rátok. Nem úgy, mint ti. Jól van, a fejembe szállt a dicsőség. A legjobb lenne visszavinni őket az otthonaikba. Ez meg mi? Egy cukorka? Mi történik? A kincsem! Lábak! Állj! Megállni! Épp időben. Ma igazán jól fogok aludni. a selliket, a varázs vulkánt, a csodás gyöngyöket. Bloopies, Bloopies. A kincses térkép. Feszti! 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 Merre vagy? Ne ilyen hangosan! A végén még megsüketülök. Bocsi! Ó! Nyoma veszett! Biztos hínert rákcsál. Ó! Feszti lábnyomai! Ó! És ezt nézzétek meg! Ó! Ez egy térkép! És itt a kincs! Egy kincses térkép! Egy láda lehet tele arannyal! Vagy sütivel! Sütivel? Akkoriban még nem is volt süti! Na persze, és akkor mivel nasiztak? Nem tudom, kekszel? De ha volt keksz, akkor volt biztos süti is! Ne! Eltépted! Te voltál! Elég! Menjünk el a selikhez, ők segítenek megtalálni a kincset! Neked nem adok majd a részedből! Én se neked! De épp Festit kerestük! Feszti! Feszti! Ó, egy kis kaland! Mi ez a moskara, Max? Nem ismersz fel, tengerész! Fekete szakállal kalóz! Fekete szakáll nem is létezett, ő csak legenda. És nincs is szakállad! Talán a havakkal akartok vacsorászni az óceán fenekén, kis vízilíriumok! Már az óceán fenekén vagyunk. Ez igaz. Max! Luna, a térképen! Ez a tengeri élőlény itt majd értelmezi nekünk. A térkép szerint át kell kelletek az árok felett. Menjünk át! Hé, ezt nézd meg! Ez jobb! Ez szerint a vulkán mögött van. Menjünk, kalózok! Az árakhoz! Csizás! A vulkánhoz! Miért nem illesztitek össze a két részt az igazsághoz? Nem, soha! Kaland! Biztos, hogy erre van? A térkép szerint épp a jó vizek felé elvezünk. Hát, szerintem meg eltévedtünk. Tényleg? Bereszeltél földi egér! Titeket keresünk! Szörny! Segítség! Ez a fekete szakáll nem túl bátor, igaz? Feszti! 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 Meglátod, ha megtaláljuk a kincset, Max kénytelen lesz elnézést kérni. Gyertek már! Mégis mire vártok? Luna, te süllyedj! Ha? Segíts! Tarts ki, Luna! Kimentelek! Fogd a válpát! Az, hogy összeillesztjük a két térkép részletet, végül is nem is volt olyan rossz ötlet. Adja már neked! Soha! Inkább a cápák közé ugrom! Mi? Majd meglátjuk. Ez katasztrófa! Egyikünk sem találja meg a kincset. Ha? Oh. A vulkán üzenni próbál nekünk. Ó, békét kell kötnötök. A kalózok között nincs viszály. Deringetét! Mindketten szörnyű kalózok vagyunk. Kössünk békét! Fogjunk hát össze, kölyök. A labirintusban van. Itt van a kincs! Távolítsuk el a köveket! Majd én! És én! Hű, ez csodaszép! Nyissuk ki! Ó, ez mozog! Mióta mozognak így a kincses ládák? Nézd, ez Feszti! Gyere! Feszti! Tengeri medve! Megtaláltad a kincset! Klassz! Ez rossz vicc volt! Se arany, se sütik! Ez üres! Srácok, mennünk kell! Feszti, te kis kalandor! Magadnak akartad az egész kincset? Visszavisszük a kincseket a vulkánhoz! Fekete szakáll kapitány megfürdött! Blue, blue, please, blue, blue, blue. barátok, a tenger mélye vár rátok, gyere és terezd fel a selliket, a varázs vulkánt, a csodás gyöngyöket. Bloopies, Bloopies. Üzenet a palackban. Ma végre meghódítom a Shelly világot a Bloopie erejének felhasználásával. A terv bomba biztos! Ragyog kis csillag, bárcsak imádom a kád alját. A tiszta vizével, a gumikacsával, azzal a csillogó nem tudom mivel. Mi az a csillogó? A Shelly világból jött. Biztos, hogy egy gyémánt. Az enyém! Nem, én láttam meg előbb. Ó, egy üveg! Ki dobta ide? Ha tovább szennyezzük a fürdővizet, hamarosan nem lesz! Van benne valami! Lássuk! Valakinek a rajza! Klassz! Mit rajzolt? Sellőnek tűnik! Nézd, és két cofja is van! Hű, de ki rajzolta? Szerintem az én vagyok a rajzon! Egy copf, két copf, egyértelmű, nem? Hogy? Nekem is van cofom, és... tök mindegy, meg kell tudnunk, ki rajzolta ezt a gyönyörű képet, és megtudni, hogy kik is ők. Az üveg a lefolyóból jött. Azt gondolom, az alkotó a Shelly világban lehet. Remélem én vagyok, bár lerajzolna valaki. Csak egy módon tudhatjuk meg. Megkérdez! Ez egy rajzrólad? Hű! Nem tudom, de Luna, Max és Lovely szerint róluk. Sally, nem te üzöl velünk tréfát, ugye? Mindenki elsőként rám gondol, amikor történik valami. Miért kapok ekkora figyelmet? Talán a gyémántom miatt. Ó, ez gyönyörű. Az, de a rajzot nem én csináltam, bocsi. Dolly, te mindig történeteket találsz ki, most is így volt? Így igaz, imádok fantáziálgatni, de csak is a babámat rajzolom le. Nem így van, tök mag? Lizzy, szeretsz rajzolni, a szív a te stílusod. Bocsi, de egy művész mindig ráteszi a szignóját. Pont így. Tanácstalan vagyok. A rajzra egy kevés korallpúdert tettek, vagyis a művész ott élhet a korallerdőben. Több millió korall van a korallerdőben. Nos, annyi nincs. És ha a festő épp mást is rajzolott? És ha nekem akarna adni egyet, miközben mi itt fecsegünk? Én akarok még. Menjünk! Várj! Én is akarok! Magamnak. Hé, velem mi lesz? Igen, ezt én sem hagyom ki. Ha-ho! Van oda bent valaki? Ó, lehet, hogy elkéstünk. A mi hibánk. Folyton csak fecsegtünk, a festő meg eltűnt. Ide, ide! Itt egy másik rajz! Hé, és itt egy újabb. Az enyém. Nem, Lovely, ezek nekem készültek. És ez még illatosabb, mint a legutóbbi. Nézd, még több rajz. Én is akarok. Nem, ez az enyém. Az az üveg az enyém. Nem, az enyém. Nézd! Elnézést! Ön rajzolta ezeket a képeket? A csapdámba estetek! Ide az erőitekkel! Ó, ez zárpász! Átvert minket! Úszás! Ne ússzatok el! Jaj, ne! Azt hitték, neki készülnek a rajzok, de ismét zárpász volt! Segítenünk kellene! Gyerünk! Állj! Megállj! Innen nincs menekvés! Gyorsan! Itt jön! Ezúttal nem lógtok meg! És most a tervem második fele jön! Zárpász, sosem kapod meg az erőiket! Ó, vigyázz! Úszás, Bloopi, úszás! A kő elzárja a kijáratot! Erre, gyorsan! Jó, hogy már mind biztonságban vannak. Bár én is szerettem volna egy rajzot kapni. Fú, majdnem zárpász győzött. Közel jártunk ahhoz, hogy csapdába ejtsen. Szerencsénkre a Shellyk ott voltak. Van egy ötletem. Rajzoljunk nekik valamit. És elküldjük nekik egy-egy üveget. Ne aggódj, pajtás. Egy nap ez a világ a miénk lesz.